Sziasztok! Üdvözöllek benneteket ennél a jóslásnál. Hogy miről lesz szó, azt megnézzük, hogy mit mutat a kártya, mi jelenleg a fő téma, és erre a témára vetem ki a kártyákat. Miről van szó? Az itt látható a képen, vagy a gyermekekről, vagy egy új kezdetről. Igaz, itt a képen látható a tél, az azt is jelentheti, hogy megnézzük azt, hogy mi várható a téli hónapokban, milyen új kezdet lesz, és hogyan alakulnak a dolgok. Különösen, ami a telet illeti. Tehát, hogy mi lesz év végéig, vagy mi várható jövő év elején. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a gólyák jelentik a változásokat. Tehát, év végéig lesznek nálad változások, és a téli időszakban lesz egy új kezdet. Itt a gyermekek láthatóak, tehát jelentheti a gyermekeket is, és a gólyák együtt a gyermekekkel utalhatnak egy kisbabának a születésére is. Vagy nálad, vagy valakinél a környezetedben, például a családban. Itt látható a szeretet, a családi szeretet, és természetesen a szerelem is. A szerelemnél lesznek változások, hiszen ő közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit, akik egyedül vannak, azok megismerkednek valakivel, lesznek változások, és a téli hónapokig lesz egy szép párkapcsolat, hiszen megjelenik itt a szerelem. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. Ez lehet egy biztos munkahely. Ez lehet az anyagi téma, hogy rendeződnek a dolgok az anyagiak terén. Ez lehet egy költözés, vagy meg lesz a biztonság érzete a párkapcsolatban. Amit a fa még jelent, a gyógyító erő és a rend, hogy itt rendeződnek a dolgok, lesz egy stabil párkapcsolat. A fa jelenthet egészségügyi témákat is, mivel a szív itt megjelenik, esetleg lehet szívbetegség, vagy nálad, vagy a környezetedben, és akkor itt vannak a változások, a gyermekek jelentenek egy újjászületést, tehát megvan a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és lehet, hogy ott ismerkedsz meg valakivel, vagy lesznek munkahelyi változások. Itt a felhő azt jelenti, hogy jelenleg még valami átláthatatlannak tűnik. Még nincs meg a biztonság érzete, még nem érzed azt, hogy a szerelemben változások lennének, de ez nem marad így, hiszen a hónak van tisztító ereje, azon kívül jelenti azt, hogy várj még egy kicsit, majd év végéig, vagy jövő év elején
akkor majd tisztázódnak a dolgok. A horgony ugyanúgy, mint a fa, jelenti a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni, ahol le lehet horgonyozni. Különösen, ami a párkapcsolatot, a szerelmet illeti. A horgony néha jelenti a munkát, a hivatást is, ott még ugyan valami átláthatatlan, de lesznek változások, és megtalálod a helyedet. Lesz egy biztos munkahely. Szerencse lesz, hiszen a csillagok szerencsét hoznak. A csillagok jelenthetnek egy spirituális területet, itt a gyógyító erő, mindkét téma fontos, és lehet, hogy ez a hivatásod, és ezen a területen lesznek változások. Itt a koporsó le tud zárni valamit, például a felhőt, mindazt, ami eddig átláthatatlannak tűnt. Vagy befejezel valamit, lesznek változások, a gyermekek itt jelentenek akkor egy új kezdetet. Amit a koporsó még jelenthet, régi témákat, ezek lehetnek kármikus témák is. Például egy kármikus szerelmi kapcsolat. És ez volt az általános jóslás. Természetesen ez a jóslás is megrendelhető, a díjam, mint mindig, minden jóslásnál 4000 forint. Amikor nincs konkrét kérdésed, hanem húzok egy kártyát a témával kapcsolatban, és azt a témát, amit a kártya mutat, pontosan azt nézzük akkor meg. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!